Ünnepi képviselőtestületi ülést tartottak Bonyhádon, melynek apropója Bonyhád és a németországi Vernau között 35 éve fennálló testvértelepülési együttműködés volt. Vernau és Bonyhád már 35 éve áll testvér kapcsolatban, ami sokat jelent mindkét település lakosainak. Ahogy itt is, úgy Vernauban is a sváb hagyományokat tánccsoportokkal is szeretnék életben tartani. Emellett a két tűzoltóság is nagyon aktív, mindig örülünk, amikor találkozhatunk és meglátogathatjuk a testvérvárosunk. Ennek is köszönhető, hogy már 35 éve működik ez a kapcsolat. Und so ging das, dass das jetzt schon seit 35 Jahren steht, diese Partnerschaft. Das ist jetzt in den letzten Jahren etwas schwierig gewesen, weil man ja... Általában igyekszünk egy évben minimum egyszer találkozni, de ezt az utóbbi években nehezebb volt kivitelezni, mivel 2020 és 2023 között nem tudtunk annyit utazni. 2026-ban tervezünk egy nagyobb rendezvényt, amire biztosan hivatalosak lesznek a testvértelepülésünk képviselői. Legrosszabb esetben egy-két évente szeretnénk találkozni. Tavaly decemberben érkezett hozzánk egy delegáció Magyarországról, amikor az elődöm átadta a helyét, én ugye január óta dolgozom a város polgármestereként. A delegáció a testvérvárosi kapcsolat miatt és az elődöm méltó búcsúztatása miatt érkeztek innen Bonyhádról. Die Leistung von meinem Vorgänger zu würdigen und da verabschieden. A jubileumi ünnepséget követően a résztvevők átvonultak az Rényi Miklós utcai körforgalomnál található emlékparkba, ahol egy úgynevezett Ulmer-Schachtel hajót avattak Bonyhád újratelepítésének emlékére. Az avató ünnepségen beszédet mondott Englenderné Hokibolya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is. Kiemeltem azt, hogy nagyon örülök, hogy meghívást kaptam, és hogy ez Magyarországon most a nyáron a harmadik ilyen alkalom, hogy a betelepítésről megemlékezhetünk, a magyarországi németek betelepítéséről, és hát azt hangsúlyoztam tulajdonképpen, hogy a betelepítés és a 20. század két sorscsapása, a kitelepítés és az elhurcolás a magyarországi németek lakta falvakban, településeken nagyon fontos és emlékhelyekkel tisztelgünk előtte, és hogy ezek az emlékhelyek tulajdonképpen arra is szolgálnak, meg szolgáljanak, hogy nem csak mi gondolunk ezekre az eseményekre, hanem a többségi nemzet is ismerjen meg bennünket. És a másik momentum, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezek az emlékhelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy mi a dolgunk, mi a kötelességünk, azt illetően, hogy a magyarországi németeknek továbbra is jövője legyen. Úgy fogalmaztam, hogy a múltnak jövője van, és hogy én ebben nagyon bízom, hogy ez így is meg is tud így valósulni.